járvány megfékezése érdekében a román és magyar kormány által bevezetett korlátozások miatt az elmúlt hónapokban jelentős nehézségekbe ütköztek a határokon ingázó munkavállalók. Egyes határátkelők lezárása olykor 100 kilométeres kerülő megtételét jelenti az ingázóknak, ugyanakkor a napokban megnövekedett forgalom miatt sokszor több órát kell várakozniuk, hogy eljuthassanak munkahelyeikre. Tény, hogy az ingázók számára megnyitották a Székelyhíd-Létavértes határátkelőt, de ez számunkra, akik Nagyváradon dolgozunk, 100 kilométeres kerülő, és ezt hosszú távon nem engedhetjük meg magunknak. Számunkra egy külön sáv jelenteni a segítséget Bors Ártán és Petja Csenger sima határátkelőnél, ahol naponta több százan is ingáznak. Nem kivételes bánásmódba szeretnénk részesülni, csak annyit szeretnénk, hogy ne veszítsük el munkahelyünket. Az elmúlt héten a Transfrontalier határátkelők elnevezésű Facebook csoport tagjai petíciót indítottak, amelyben a román-magyar határon ingázók helyzetének megkönnyítését kérték a belügyminisztériumtól. A petíció magyar és román nyelven is hozzáférhető az interneten, és eddig közel 900-an írták alá. A fél óra az szinte garantált minden nap, de volt ugye, aki 3 órákat állt, ez is attól függ, hogy milyen időben megy az ember. Nekem pont szerencsém van talán, hogy abban az időben megyek, amikor egy kicsit talán kevesebben vannak, és fél óra, max. 1 órát szoktam állni. A petíciót benyújtók arra kérik a hatóságokat, hogy ahol lehetőség van rá, hozzanak létre egy helyi ellenőrzősávot, amelyet kizárólag az ingázók használhatnak, ugyanakkor nagy segítség lenne, ha Szatmár megyében a Nagypeleske Zajta, Bihar megyében pedig a Körösszeg Körös-Nagyharsány határátkelőt is megnyitnák, hiszen így gyorsabbá és zökkenőmentesebbé válhatna a határon való átjutás. Ahogyan a világ sportélete megállt március közepén, úgy Romániában, azon belül Bihar megyében is nyugovóra tért az aktív sportvilág. A székelyhídi törekvés labdarúgó csapata március 12-én tartotta utolsó edzését, azóta a csapat tagjai és a szakmai vezetőség is betartván a kijárási és csoportosulási tilalmakat, nem tartottak edzéseket, nem léptek pályára. Az országos és megyei labdarúgó szövetségek hosszas tárgyalások után sem tudtak dűlőre jutni a foci bajnokságok folytatását illető. Május második felében eldőlt, hogy a román első osztályú labdarúgó bajnokság június közepén folytatódhat, addig az alacsonyabb divíziókban nem sikerült megegyezni a csapatokkal. A Bihar megyei labdarúgó szövetség végül befagyasztotta a 2019-2020-as bajnokságot. A következő szezon elindítására több variációja van a szövetség vezetőinek. Több forgatókönyv is létezik. A megyei labdarúgó szövetség olyan műsorszünettel állt elő, hogy mondjuk maradhatna a bajnokság a régi formájában, ami azt jelenti, hogy 16 csapat lenne, esetleg kevesebb vagy több, de ők azt mondták, hogy szeretnének egy új formátumot, ami pedig úgy néznek ki, hogy 2 csoport, mind a 2 csoportban 10-10 csapat. Ott úgy gondolták, hogy az első 2 csapat, aki nem nyerné a bajnokságot, az játszana egymással, hogy legyen végül is a bajnok. Kieső helyért pedig az utolsó helyezett esnek ki mind a 2 csoportból. De ez még csak nekik is egy terv, talán mégiscsak sikeresebb lenne az első, a régi hagyományos megoldás, és azt is megmondom, hogy miért ez az új, kevesebb mérkőzés lenne, és az a csapat, aki nem nyerné a bajnokságot, egy handicappel indulna, mondjuk egy Kolozsvár, egy Szilágymegy, egy Szatmár, egy bármelyik ellen, pontosan amiatt, hogy sokkal kevesebb játék lehetőségünk van. A Romániában érvényben lévő megszorítások miatt jelenleg nem lehet edzéseket tartani, így a Törinél sem tudják biztosan, mikor kezdhetik el a felkészülést a következő szezonra. Ahogy megtudjuk, hogy hivatalosan mikor lehet edzeni, attól a perctől kezdve szeretnénk beindulni. Szerintem június 15-én, tovább nem lesznek ezek a megkötések, tiltások szerintem. Tehát június 15-én nyugodtan lehet már ülni, és megbeszélni azt, hogy mikor kezdjük például a felkészülést, ami semmiképp se szeretném, hogyha később lenne, mint július 15. Mindegy, hogy milyen formátumban kezdjük el a bajnokságot, edzeni akkor is kell. Hogy ilyen vagy olyan bajnokságban játszunk, a formátum milyen lesz, edzeni kell. Tehát mi szeretnénk, hogyha július 15-től el tudnám kezdeni edzeni. Azok a foci drukkerek és sportkedvelők, akik már nem bírják labdarúgás nélkül, a televíziós közvetítésekkel vigasztalódhatnak az elkövetkezendő hetekben, hónapokban.
Noel egy ritka betegségben, az SMA 1-es elnevezésű gerincvelő eredetű izomsorvadásban szenved. A betegség hosszas leépülés útján győzi le a kisgyerekeket, ám létezik ellenszer. Az Olgensban nevezett gyógyszer 2,1 millió dollárba kerül. Az összeget adományozási akciók által igyekszik összegyűjteni a család. Noelt a képernyőn látható úton támogathatjuk. Ez lehet közvetlen banki utalás, árverés, de egy egyszerű SMS is. Ez utóbbi esetben Noel nevét küldjük a 8828-as telefonszámra, így minden üzenet után 2 euróval segítjük Noelt közelebb kerülni a gyógyuláshoz. Árveréseket bonyolító csoportokat román és magyar nyelven is találunk a Facebookon, Noel mindennapjait pedig Instagramon és Facebookon is követhetjük. Az összegből 1,1 millió dollár már összegyűlt, az összeg másik fele viszont még gyűjtésre vár. Segítsünk együtt! Ön is az Érhangja Havilap rendszeres olvasója? Az Ér TV nézője vagy a Rádióér hallgatója? Ha fontosnak, értékesnek tartja munkánkat, támogassa ön is az Érhangja Egyesület non-profit tevékenységét, személyi jövedelemadója szabadon utalható 2%-ával. Az Egyesület adataival kitöltött nyomtatványt letöltheti az érhangja.ru oldalról. Ezt kinyomtatva és saját adataival kitöltve juttassa el az állandó lakhelye szerint területileg illetékes adóhatóság az ANAF kirendeltségére, vagy küldje el nekünk a honlapunkon megtalálható posta címre. A jövedelemadó 2%-ának felajánlási határideje 2020. június 30. Köszönjük, hogy gondol ránk! Hivatásos C és E kategóriájú teherautóvezetői jogosítvánnyal rendelkező kamionsofőrt keres a Biharpüspöki székhelyű Adeco Art szerele vállalkozás. A cég Románia, Európai Unió Románia útvonalakra keres megbízható sofőröket. Jelentkezni a 0724 27 45 00-as telefonszámon lehet. Érték a rovatunk jelenlegi kiadásában, az Érkörtvéesi Falu Múzeumból jelentkezem önöknek, ahol Tóth Imre Zoltán volt iskolaigazgató és nyugalmazott számtantanárral, illetve kedves feleségével, Tóth Tündével, nyugalmazott asszisztensnővel beszélgetünk. Első kérdésem önökhöz erről a rendkívüli helyről, hogy honnan jött az ötlet önöknek, hogy Érkörtvéesen Falu Múzeumot nyissanak? Az ötlet onnan jött, hogy legnagyobb része a tárgyaknak nekünk már megvolt otthon, egy nagyobb helységben, a nyári konyhában úgymond, és mi ott kiraktuk és kiállítottuk, és volt, akik nézték is, és egy alkalommal, mikor falunap volt, Érkörtvéesen, eljöttek a vendégek a megyétől, meg a helyi vezetők, eljöttek megnézni ezt a kis múzeumot otthon. És mikor meglátták, azt mondták, hogy ennek nem itt a helye, hanem nagyon jó lenne, hogyha lenne egy helység, hogy ott kiállítani ezeket a tárgyakat. Én azt mondtam, ha segítenek és adnak rá lehetőséget, helyet, meg segítséget anyagilag is,
még nagyon szívesen felajánljuk ezeket a tárgyakat, és kiállítjuk, és gondozunk is, és kezeljük is ezeket a tárgyakat a múzeumnak. Ezen kívül még nekünk a feleségemmel együtt jött az ötlet, és pedig úgy, olyan véletlenül, hogy ott nálunk dolgozott egy lány, egy 19 éves lány, és mikor bent ott a nyári konyhában a falon megkérdeztük, hogy mi ez a citera, onnan van felakasztva egy citera, azt mondta, hogy nem valami, gitár. És mi a feleségemmel egymás szemébe néztünk, és azt mondta, na látod, ezért kell a múzeum. Az a rengeteg kiállítási tárgy, vagy mindennapi használati eszköz, ami ma már csak a történelmet idézi, honnan került ide a tájházba, Tünde? Valami a nagymamám részéről maradt, és én ma is használom, például otthon. Amit nem, pedig elhoztam a jelentősebbeket ide a múzeumba kiállítani, hogy ismerkedjenek a fiatalok, hogy milyen eszközökkel ettek, dolgoztak az emberek, az ősök. Vannak olyan tárgyak, egy-kettő, amit így kiemelne esetleg? Hát igen, kiemelném nagymamámnak a jegykendőjét, ami itt van az ágyom, a jegyruhájából egy övöt, ami ugyancsak ki van állítva, és a képen meg lehet nézni, hogy hogy néztek ki eljegyzéskor. Abban az időben fekete ruhában volt az esküvő, és nem fehér mennyasszonyi ruhában. És hát minden kicsi tárgyhoz nagyon ragaszkodok, nekem nagyon szép emlékeket idéznek vissza, vannak tányérok, evőeszközök, sőt olyanok is, hogy mint régen, ugye a vászonból voltak szőve mindenféle konyhai alkalmatosságot, terítők, és az bizony elég nehéz volt rendbe tartani, mosni, és szép legyen, tiszta legyen, kis tartókat az edzágnak, hogy amiben elpiszkolódott, ne az asztalon feküdjön, hanem az ecáj tartó minden tányér mellett volt. Akkor a nagyapámnak a régi órája, a régi esernyője, a régi kézmunkák, amit nagymama is készített, ő vart a saját kezével, és olyan szépen meg tudtam őrizni, mindent őriztem, tettem el, pedig még fiatal voltam, nem gondoltam, hogy itt fog lenni. Pontosan mennyi időről beszélünk, mely kort ölelik fel ezek a kiállított tárgyak? Az 1900-es évek. Abból az időből, ugye ők 1886-ban született nagymamám, nagyapám öregebb volt 3 évvel, és hát az ágyát meg tudtuk menteni, mert ugye a régi rendszerbe elkoboztak tőlünk mindent, amit tudtunk, megmentettünk, és ami maradt, azokból csináltuk ezeket a kiállításokat. Itt van az az asztal, ahova ül a család enni, és tessék megfigyelni, hogy itt van 4 fajta szék van. Először ezt mondom, és utána elmondom azt is. Ez a 4 fajta szék, hát természetes, ez a gyerekszék, ez a fiatalnak, ott a gazdasszonynak, hogy közel legyen a csikós porhoz, és az a gazdájé a könyökrővel, és az úgy is nevezik azt a széket, hogy gondolkodó szék. Oda jött a gazda, és rákönyökölt az asztalra, és mindig gondolkodott, hogy a másik nap, vagy meg legközelebb, hogy mi lesz a munka. Na most azon kívül, hogy néhány tárgyról is említsek egy pár szót, szeretném megmutatni így az asztalról a cigarettakínálót, a gyufát, mert azután csedezte fel Irinyi a gyufát, mert ez például már gyufa, meg volt a gyufaszál, de nem volt katuja. És akkor ebből kivettek egy gyufaszálat, és itt az oldalra lecce is meghúzták, és így gyújt meg a gyufa. Tehát ez a gyufának az őse. Azon kívül itt van még a szalvéta helyett itt van, amikor használták az ecájkokat, az előeszközöket, mikor zsíros lett a kanál meg a villa, akkor erre fektették, hogy ne zsírozza össze az abroszt,
mert borzasztó, nagyon nehéz volt abban az időben, nem volt mosógép, az abroszt állandóan mosni. És ez az abrosz, ez is egy nagyon-nagyon szép munka, azt mindjárt megyünk a másik terembe, ahol van a szövőszék, ezen a szövőszéken volt csinálva. Akkor most mutatnám meg ezt a dolgot, az láttam a személybe ötlött, itt van egy nagyon érdekes műszer. És pedig, ők már kávé mágdarálnak gondoltak, nem ez húsdaráló, és ez egy csodálatos és nagyon kedves tárgyam itt a múzeumban. Az neki a jellegzetessége és a titka, hogy nincsen benne kés, ami összevágja a húst. Benne van a végtelen csavar, ami ha hajtjuk, felszorítjuk az asztalra, és a hajtjuk, az nyomja a húst kifele belőle, és a kés helyett két rostéva. Ez is néni két rostéva, és ahogy az egyik mozog a másikon, és mikor a húst a végtelen csavar nyomja kifele, ahogy megy a hús kifele, a külső rosté végnyab, és elvágja a húst. Hát ez egy nagyon ritka dolog, és nagyon kedves tárgyam a múzeumban. Ez a hely a község tanács tulajdona. És akkor azt mondták, hogyha küldenek pénzt célirányosan feljavításra, és én meg vállaltam, hogy minden nap itt leszek. És bérmentesen is fogom ügyelni és irányítani a mestereket. Akkor ön volt az építésvezető gyakorlatilag. Lehet mondani építésvezető. És akármit csináltak a mesterek, én követtem és megköveteltem, hogy hogy legyen. Itt én, van vagy két eset, például kint a tornácon a tartóoszlopokat, mondtam neki, azokkal az öntvény, eredeti öntvény papucsal úgy mondják, amiben beleállítják a tartóoszlopokat. És mondtam, hogy a 12x12-es oszlopok kell legyenek, és csinálták 10x10-esre. És akkor megláttam, hogy az ujjon belefél a papucs mellé oda, az, ők is úgy mondták, hogy ezt kiékeljük. Hát mondom, ide nem, hanem cseréljük ki. És mondtam, és kiszedettem vélük, és újra csináltattam. Vagy a bubos kemence, ami itt van ebben a szép szobában, úgy mondják, hogy tiszta szoba, szép szoba. Bubos kemencét nem volt senki a környéken, aki vállalja, vagy csinálta volna. És akkor én kerítettem Mihályfalváról egy mestert, egy kályhást, aki csinálja a cserépkályhákat, és megcsináltam drótból a keretet, a mintát, és felhúzta, megcsinálta, és jött nagy boldogan hozzám, hogy tanár úr, kész van a bubos kemence. Amikor átjöttem, majdnem elájultam, mert a kemencét henger alakúra csinálta. Hát mondom, ide figyelj, drága, ez olyan, mintha egy pálinka főző lenne, és azt mondtam, hogy ezt tessék lebontani és újra csinálni, majd ahogy én szamárvezetővel drótból megcsináltam neki. De azt mondja, tanárul ki fogja fizetni? Én mondom, ha kétszer is, de ez olyan legyen, ahogy kell. Úgyhogy így aztán megcsináltuk ezt a gyönyörű múzeumot. Akkor asztalos mester nagyon segített, nagyon sokat, mert például kint azt a cirajadást, hogy nevezik azt a díszt a tornácon, abból csak egy darab volt meg, és ez az ügyes kis asztalos mester, kis Szabolcsnak hívják, felvállalta, hogy ő sokszorosítsa, és megcsinálta a tornácot, csodálatos, szépre csinálta meg. Említette még korábban, mielőtt a felvételt elkezdtük azt a történetet, hogy ön végigjárt a falu legrégebbi házainak a homlokzatát lefényképezni, hogy ez a ház is identikus legyen így ezzel. Van, ez, így van, mikor, hát, vagy 3-4 ház van, még most is van belőle 1 vagy 2, hát elég rossz állapotban. Ahogy én ezeket megláttam, és megnéztem az oszlopok, meg a gibliuk, meg ezek, hogy voltak, milyenek voltak, lefényképeztem. És akkor Váradról hoztam restaurátort, és úgy csináltam meg, ahogy én szerettem volna. Ugye ez egy külön mesterségre berendezett terem. Ebbe a tárgyakat hogy sikerült összegyűjteni? Mert hogy említette ön, hogy itt minden egyes eszköz megtalálható, ami a szövéshez szükséges. Így van, kérem szépen, ezt a termet úgy rendeztem be, hogy itt a fő tárgy, a szövőszék, és ez nagyon sok háznál megtalálható volt költőjesen.
nagyon sok ilyen, nagyon gazdagabb, már úgy mondjam, vagy nem nagyon szegény, még azoknak is volt, mert evel szűtték a zsákokat, evel szűtték, amit mondtam, az abroszokat, az asztalt, meg kendőket, díszeket, mindent a falra. Amikor jönnek az iskolából, meg sorra jönnek látogatni, akkor ezt nagyon szeretik, pláne a kicsit, mikor megmutatom, hogy ezt az orsót, látjátok, mondom, hogy nektek, mi jut nektek eszetekbe erről az orsóról? És akkor mindent vagy megmondják, vagy ha nem, akkor segítek neki, hogy ez az emlékeztet Csipke Rózsikára. Az orsóval a boszorkány bevérgezte a végét, és megszúrta az ujját, és elaludt. Elaludt, ő majdnem, hogy örökre. A mesébeli orsó. És ezt mindent tudják, a mesébeli orsó. Arról van, hogy ezt a termet úgy szerettem, és remélem sikerült is berendeznünk, hogy ezt a termet három részre osztom. Ez a rész, ez a szőlészet, onnan a szamárnyelektől errefele mezőgazdaság, és az a sarok majd arra fogunk majd fordulni, az pedig az ipar. Ez mind körtvélyesi tárgy, amit itt elhelyeztünk, és mindennek megvan a haszna, meg a célja, és a felhasználási módja. Erről egy néhányról, hogyha nem mutatom önöket, mesélnék. Először is hát a szőlészét, ez most aktuális, mert most vannak a születek, én is abban fogok születelni. Itt vannak a puttonyok, hát ez azt hiszem, hogy ismeri mindenki, hát ez a fa puttony. Ez a hátukra vették az emberek, és kiabáltak, hogy lányok, hogy szedték a szőlőt, és kiabáltak, puttonyos! És akkor beleöntötték a kis vedrükből, és a puttonyos vitte a szekérhez, ahol a kassót, a szekérbe fogott kas, abban öntötték a szőlőt, és vitték haza a présházba. Ez a mai cséplőgépnek, meg kombájnak az őse. És milyen egyszerű ahhoz képest. Milyen egyszerű, és nézzék meg, milyen találékonyok voltak ezek az emberek abban az időben. Ezt úgy hívják, hogy cséphadaró. Cséphadaró, az egy, mint a szíjé, csak mozog rajta egy az egész, és pedig letették a két búzát, és ezzel ütötték, és kiverték a szemet, vagy bármit. Legyen az paszúj, vagy másfajta ilyen növény. Azon kívül van itt még olyan érdekes dolog, hát azokról ne is beszéljek. Például itt van ez az ásomnak, meg keresztnek látszik, és ha megkérdezem, akkor nem mindenki tudja rá a választ, hogy ez répa mozgató. Tehát a nagy takarmányrépa, meg cukorrépát, ez mellé szúrja a lábával, megmozgatja, és könnyebb kihúzni az asszonyoknak, mert az asszonyok szedik kifele is, vagdalják le róla a levelet. Azoké a nagyobb munka az asszonyoké. Azon kívül itt vannak ezek az edények, ez is garantáltan körtvélyesi és használt. Itt van ez a töltött káposztának, kemen szépen, látszik is, hogy kormos, és lehetne, most is lehetne használni. Az pedig olajat tartottak benne a földbe. Azért nem mostam meg, és azért van így tartva, mert belásták a földbe, persze dugóval, és az olaj sokáig nem avasodik meg. Ki segíti önöket a Falu Múzeum működtetésében, vagy nem is annyira a működtetés, mert ugye, hogyha látogatók jönnek, önök tudják őket fogadni, de azért itt van udvar, virágokat kell ápolni, tisztán tartani a múzeumot. Kinek a segítségére számíthatnak önök, vagy kinek a segítségére lenne szükség esetleg? Hát én irányítom a szociális munkásokat, kettő van beosztva ide a múzeumhoz, az udvart rendbe tartani, és a belső takarításokat elvégezni, nagy takarításokat elvégezni. Egyéb nincsen, nekünk arra lenne szükségünk, hogy gondoskodjunk mi is, meg az önkormányzat is, esetleg majd egy utódról. Aki tovább viszi, aki tovább vinné, mert nem szeretnénk ezt tönkretenni, mert ez a falunak egy gyöngyszeme, ez a kis múzeum. És bárki jön a faluba, ezt keresi és meg akarja nézni. Tehát szükség van valakire, aki az önök munkáját gyakorlatilag így átveszi van. Majd a jövőben. Így van. Már csak azért is, hogy tudják bemutatni a jövő nemzedéknek, hogy a múltat honnan erednek, és mert azt mondta itt egy úr, mikor meglátogatta, és be is írta a könyvbe, hogy aki a múltat nem becsüli, az nem érdemli meg a jövőt.
maradt más hátra, mint hogy megköszönjem Tóth Imre úrnak és kedves nejének Tóth Tündének ezt a mai tárlatvezetést. Nagyon szépen köszönjük a türelmet a mai forgatáshoz. És nagyon fontos, hogy emlékeztessem a kedves nézőket is, hogy az Érkötvéjesi Falu Múzeum tárt kapukkal várja a látogatókat, csak egy telefonhívásba kerül, és a Tóthházas pár 10 perc múlva már itt is terem, hogy önöknek is megmutassa a csodálatos berendezést, amelyel a múltat idézik meg, és őseink mindennapjait mutatják be önöknek. Köszönjük szépen a figyelmet, látogassanak el ide bármikor, a viszontlátásra!